Hírek. Készítettünk egy dalt Fejér Hollóval, és beleírtam a suhany szót, és eszembe jutott, hogy én ismerek valakit, aki ezt a suhany szót mindig mondogatja, ki lehet az, és eszembe jutott, hogy a Fenyvesi Zoli színész mondogatta a suhanyt, felhívtam őt, hogy mi is ez a suhany meséről, és elmesélte, hogy az alapítványnak mi a tevékenysége, és hogy ő is egyébként tart mozgássérülteknek edzéseket, ugye a Zoli is kerekesszékes színész. Szabad lettem veletek. Szerettem volna ennek a dalnak a jogdíjait az alapítvány tevékenységének ajándékozni, mert hogy nagyon sok mindenki nagyon sokféleképpen támogat alapítványokat, viszont egy dal jogdíja az egy örökké valóság, és ott nincs mérce. Tehát azt gondoltam, hogy akkor ez egy ilyen folyamatos, közös együttműködés lehet, és ez milyen jó. Suhany, felszabadít a kék erő. Suhany, a szabadság felemelő. Suhanyosoknak van egy program, a Suhany Angyal program, aminek a keretein belül én beillesztettem ezt a dalt, és ezzel a dallal próbálunk pénzt gyűjteni arra, hogy a suhanynak egy-egy tevékenységére tudjunk segítséget nyújtani. A fő tevékenység az az, hogy mozgássérültekkel és szellemi sérültekkel, fogyatékosokkal úszóedzéseket tartsanak. A másik tevékenység pedig az, hogy az egyetlen mozgássérülteknek kialakított fitness termüket támogassuk. A videoklip, ami készült a Suhany című dalunk, ez a mi kezünk munkája. Tehát az egyik operatőr én vagyok, a másik operatőr a barátom, és még felkértünk egy igazi operatőrt is, Almási Bencét, aki elment a fitness termükbe is forgatni. És amikor beszélgettem velük, hogy mi az, ami, ahogyan ők szívesen látnák magukat egy videóban, akkor egyikük sem azt mondta, hogy ez dalszerzés közben van, hanem hogy futás közben. Tehát, hogy ők maguk a Suhany családba azért kerültek be, és azért csatlakoztak, mert van egy közös szenvedélyük, a sportolás, és ezt szerettük vele megmutatni minél kedvesebben, minél bájosabban és minél őszintébben. Csillogó pontok összekötlek, szívem dobban, ha válaszolsz, nem írtunk két csók között, engem miért nem lájkolsz? Viszonylag kevés videóklipem van szerintem más előadókhoz képest, tehát hogy én nem úgy készítem a dalaimat, hogy hú, akkor a tavaszra csináljunk egy tavaszi slágert, forgassunk hozzá egy tavasziasabb videót, jó, akkor őszre megint valamit ki kéne hozni, mert is tavasz az nyárra futott be a rádiókba, és akkor legyen még valami meghatóbb dolog télen, tehát hogy ez nem igazán így készül, hanem írom a lemezt, aminek egyébként mindig van valamilyen koncepciója, ennek a lemeznek a koncepciója, amin a Suhany dal is rajta lesz, az, hogy olyan közreműködőket hívtam meg erre a lemezre, akik nem feltétlenül zenészek, nem feltétlenül énekesek, azonban nagyon szeretem őket, és nagyon fontos dolgot képviselnek, és nagyon fontos dologgal foglalkoznak.